Harmadik alkalommal vágnak bele a kék lovagok ebbe az adománygyűjtésbe. Az első alkalommal is már nagyon szépen gyűltek a cipős dobozaink, amiket sikerült a megfelelő helyekre rászoruló gyermekek részére eljutatnunk karácsony időpontján, és a várakozásunkat felülmúlóan sikerült a tavalyi akciónk, ahol 155 darab cipős dobozt adakoztak a Kedves városlakók, és ezeket juttattuk el a rászoruló gyermekek részére egy igen szűkös rövid idő alatt, de mindegyik karácsony napján célba ért, és így rengeteg örömet okoztak a környékbeli gyerekek részén. A gyűjtési akció december 20-áig tart. Több szervezettel is igyekeztünk eddigi munkánk alapján jó kapcsolatot kiépíteni. A csapatban dolgozó tagoknak is van már a látók körében olyan család, olyan gyermek, illetve a munkahelyeinkről is gyűjtöttünk be információkat a különböző szervezeteken keresztül is áramlanak hozzánk ezek az információk, illetve kérünk mi is segítséget, hogy merre induljunk el, kin tudunk segíteni, ki az, akinek tudunk ilyen cipős dobozt eljuttatni, és rajtuk keresztül az ő segítségükkel igyekszünk felkutatni és megajándékozni ezeket a családokat, gyerekeket. Volt már, hogy osztály, munkahely vagy baráti társaság állított össze ilyen csomagot. A gyűjtőpontjaink a Párizs udvarban lévő Novák Fodrász kelléküzlet, a Hunyadi utcában található Cserik villamosági szaküzlet, szintén a Hunyadi utcában a közösségi házba lehet leadni a csomagokat, a Kalocsai Járási Bíróság portáján lehet ott a csomagokat, a Korona FM 100-ban kértünk fel őket, hogy segítsenek ebben a gyűjtésben, illetve a Duna túloldalán a Paks FM rádió gyűjti a rászorulók részére ezeket a kis ajándékokat. Játékok, iskolai eszközök, higiéniai eszközök, Édeségek kerülhetnek a cipős dobozokba.